Sziasztok, itt vagyunk Vilmossal, egy újfajta műsorral jelentkezünk, egy ilyen politikai műsorral, hát ez most egy ilyen próbaadás, és a Rikári blog csatornára fog egyelőre felkerülni, és ha jól sikerül, meg hogyha tetszik nektek, akkor fogjuk, akkor lesz neki folytatása. Egyelőre nem tervezünk rendszeres, csak hogyha lesz olyan téma. Hát vannak aktualitások, de nem csak aktualitásokkal szeretnénk foglalkozni, hiszen Vilmos politikatudományt tanul, és neki egy kicsit mélyebb a tudása ebben, mint az én felszínes ismereteim, úgyhogy kicsit így belenézünk, belekukkantunk, próbálunk közérthetően egy kicsit a mélyebb rétegekbe, meg kicsit így a történeti összefüggésekbe belemenni. A mai műsorunk témája az alkotmány alkotmányosság lesz, és hát nem is tudom, szerintem egy kicsit az elméleti dolgokról is kellene beszélni. Ígérjük, hogy nem lesz túl sok az elmélet, ha nagyon belelendülünk mi, akkor majd úgy vágom, hogy az ilyen nézői szemmel is jó legyen. Hát mik azok a dolgok így alkotmányban, így, amik így elméletek, amit mindenképpen érdemes tisztázni, alapfogalmak, hogy... Na igen, szóval ami az előválasztási vitákon mindig elő szokott jönni, hogy az, hogy hogyan kell-e egyáltalán alkotmányozni, kell-e új alkotmányt létrehozni helyett a NER alkotmány helyére, és hogy ebben változnak a vélemények, és hogy így ennek akarunk jobban a mélyére járni. Tehát legelőször nekem, legelőször azt kell tisztázni, hogy az, hogy most a legfőbb törvényt az most alkotmánynak hívjuk, vagy alaptörvénynek, ez igazából teljesen mindegy. Tehát ugye van az a retorika, hogy ugye ez azért alaptörvény, mert nem az egész nemzet egyezett bele, hanem csak egy párt klientúra, és hogy ha az egész állam egész nemzet beleegyezett volna az összes parlamenti pártnak a konszenzusában egyetértésében jött volna létre ez 2010-ben, akkor lehetne alkotmány. Most ez bullshit olyan szempontból is, hogy például a németeknek sincs alkotmánya, hanem alaptörvényük van, és ott ez így nem áll föl ez a probléma. De ott nincsenek is ekkora szakadékok a pártok, meg a, tehát nincs a nemzet ketté szakadva, úgymond. Egyébként de. Tehát ugye ez történetileg úgy van, hogy az NSK azért csinált csak alaptörvényt, mert ugye azt mondták, hogy alkotmánya csak az egész nemzetnek lehet, tehát amíg a német egység nem valósul meg újra, addig nem lesz alkotmány, hanem ha egyesül a kettő Németország, akkor újra lesz alkotmány, és ez nem történt meg, hanem az NSK alaptörvényt kiterjesztették az NDK-ra. Ja, értem. De ezt kik mondják, hogy, tehát ez kinek a narratívája, hogy ez ezért alaptörvény és nem alkotmány. Mert ugye a NER-ben azt mondják, hogy ez az egész nemzet, és hogy a többség, és tehát az ő véleményüket, meg az ő törvényhozásukat, alkotmányozásukat kiterjesztik az egész nemzetre. Tehát ezt így mondják, ezt az ellenzékben mondják, mert én ezt így ebben a formában nem hallottam. Konkrétan én ezt a szentendrei előválasztási vitában hallottam, ezt az egyik TV-jelölt hozta be konkrétan. Az, hogy konkrétan az miniszterelnök jelöltek között valaki mondta volna ezt, ennyire pontosan nem tudom. Azt tudom, hogy a Jobbiknak van egy olyan elképzelése, hogy az új alkotmányt egy népszavazással kell megerősíteni, ugyanez ezen alapon. Most nagyon előre szaladtunk, mert ugye azt beszéltük meg, hogy egy kicsit így az alapokról beszélünk, és majd így a történeti dolgokon keresztül egy ilyen íve lesz a műsornak, és úgy fogunk eljutni a mai aktualitásokig. Itt nekem, amikor így
leveleztünk, meg beszélgettünk róla, hogy mik lesznek a műsor témái. Itt több ilyen elméleti dolgot is beosztani, ezeket fel nem tudnám sorolni, hogy ezekből akkor ilyen fogalmak, tehát ha gondolod, akkor én itt kikeresem, ha megtalálom. Tehát, hogy ilyenekről, bocsánat, hogy mi az a jogállam, mi az alkotmányosság, igen, jogforrás. Igen. Tehát, hogy... Hogy kell erről beszélnünk, vagy kell ebben bármilyen fogalmat tisztáznunk, hogy... Tehát ugye számomra a leges az, hogy hiszen, hogy az alaptörvény meg az alkotmány egymásnak a szinonimái, hisz lehet azt mondani, hogy a törvények ezen alapszanak, vagy a törvényeket ez alapján alkották meg. Tehát szinonimaként tekintsünk rá. Igen, igen, igen. Amúgy fogalmilag van a kettő között különbség? Tehát hogyha mondjuk a fogalmilag jogilag vagy nem, tehát elméletileg? A jogi szemlélet, vagy az alkotmányos szemlélet ugye az úgy van, hogy van a jogforrás, kettőféle jogforrás van, ebből az egyik az a fajta jogforrás, ami a törvényekből ered, és ugye a legfőbb jogforrás, vagy az alapjogforrás az ugye az alkotmány, vagy az alaptörvény. A másik fajta, az meg jogforrás, az meg kicsit bonyolultabb, azt inkább Amerikában lehet a legjobban szemlíteni, ahol ugye a legfelsőbb bíróság, ami alkotmánybíróság is egyben, értelmezi az amerikai alkotmány. Tehát példának okáért az, hogy vallásszabadság, az lehet úgy is értelmezni, hogy van lehetőségem az iskolában választani, hogy erkölcstanra vagy hittanórára menjek, tehát világi meggyőződésem szerint szabadon, vagy Amerikában a legfelsőbb bíróságnak az a határozata, hogy úgy lehet a vallásszabadságot, a világnézeti semlegességet biztosítani, és ez alapján nem kriminalizálni, hogy állami szinten nem lehet hittant oktatni. És lehet vitatkozni az, hogy melyik fejezi ki jobban a vallásszabadságot, történt egyfajta döntés, meg a 40-es években, és precedens értékel, ebből ered a többi. Tehát, hogy ezt úgy érted akkor, hogy mint hogy az amerikai jogrendben egy ilyen precedens jog van, míg nálunk mindent direktben alaptörvény, különböző törvények, a különböző szintű jogszabályokról vezetünk igen, le. Igen, igen, igen. Azt, hogy miért nevezzük alaptörvénynek az alaptörvényünket, annak egy olyan magyarázat is van, amit a nemzeti hitvallásból eredeztetünk, hogy magába véve a magyar alkotmányosságnak három része van, tehát áll magából az alaptörvényből, ami megadja a jogi alapot, jogi kereteit a sarkalatos törvényeknek, tehát az alaptörvény, a sarkalatos törvények, meg még a történelmi alkotmányosság az, ami alkotja ezt a hármas egység a modern magyar alkotmányosságot. De ez az új alaptörvény óta van, tehát az a NER óta van. Igen, igen. Tehát előtte ez az egész az máshogy épült fel. Előtte máshogy nézett, ez egy következő blogban akarom kifejteni a magyar alkotmányfejlődést. Hát ugye akkor itt az alkotmányosságnak kétféle értelmezéséről, vagy kétféle módjáról, meg a jogrendnek a kétféle módjáról beszéltünk, de igazából mi az, aminek benne kell lenni egy alkotmányban, vagy alaptörvényben? Tehát... Igen, tehát ugye a maga az alkotmányosságnak az elve az ugye a liberális elvekből, pontosabban, mint a liberalizmus atyától, John Locke-tól, illetve Thomas Hobbes-tól eredeztetőek. Ugye ez tartalmazza magát a társadalmi szerződéset, hogy hogyan alakult ki egy társadalom. Ugye az emberek felismerik azt, hogy vannak olyan funkciók, amit maguk, mint egyének nem tudnak ellátni, ezért megalkották a szerződést, hogy ezeket a feladatokat az állam töltse be. És hogy ennek a szabályozásai, ezek az alkotmányos elvek, tehát hogy mondjuk, hogy hatalmi ágak szétválasztása, alapjogoknak a biztosítása, a jogbiztonságnak az elve, ezek mind-mind innen jönnek.
Tehát ezek is akkor tulajdonképpen ezt tekintjük társadalmi szerződésnek? Nem, tehát a társadalmi szerződés az maga az a mozzanat, hogy az emberek eldöntötték azt, hogy mi egy társadalomban akarunk élni, mert hogy felfedeztük, hogy ez nekünk milyen hasznos. Az, hogy miért hasznos, ebben a Hobbes meg a Locke nem ért egyet, tehát hogy a Hobbes azt feltételezi, hogy az ember az abszolút rossz, és azért, hogy ezt a rosszat, a bűnözés elkerülje, ezért a saját biztonsági érdekében szerveződik társadalomba. Még Locke meg azt mondja, hogy az ember a legjobb jó, és hogy ezt a jó, tehát a közjóra való igényét megvalósíthassa, ezért szerveződik társadalomba. Ja, értem. Tehát ez kétféle megközelítés, de ugyanarról beszélünk. Igen. És ez a társadalmi szerződés, ez a mondjuk például a hazai kettészakadt társadalomban is azért jogelméletileg létezik. Igen. Tehát, hogy valamiért egy társadalomban élünk, igen, és elfogadjuk valamilyen szinten a jogrendet, még ha nem is tetszik, de elfogadjuk. Tehát nem megyek el azért betörni, mert most a Fidesz van kormányon, és majd ha a másik lesz, akkor majd nem fogok betörni. Igen, pontosan. Igen. Így már értem. Egy fogalmat még szeretnék tisztázni, a liberalizmus, meg a liberális demokráciát, hogy ugye ez nem az a liberalizmus, amit mondjuk az aktuál politika ért alatta, hisz én legalábbis úgy tudom, nem tudom, javíts ki, hogyha rosszul mondom, hogy a gyakorlatilag a modern demokráciák azok mind kvázi ilyen elméleti szinten liberális demokráciák. Tehát azt kell tudni, hogy mind Hobbes, mind Locke vallásos keresztény volt. Tehát hogy a könyveikben mind a ketten hivatkoznak az úgynevezett isteni törvényekre, amire még Aquinas Szent Tamás is hivatkozik. Tehát olyan erkölcsi, morális törvények, amiket úgy nem lehet áthágni, és az úgy, tehát hogy a kereszténység egy univerzális érték volt még a 18.-19. században, hogy ez a kétszerzés alapvetésnek gondolta azt, ezeket a polgári értékeknek a betartását, és ebből erednek a liberális elvek, mint például a világnézeti semlegesség. Tehát ugye Locke meg Hobbes mondjuk, tehát a keresztény elkösből kiindulva nem tudott volna olyat elnézni, hogy valakinek a hovatartozása az egy problémát jelentsen a társadalomban, mint ami végül ugye a 19. században jelentett, és emiatt törtek ki a világháborúk. Tehát, hogy de végül is ez a liberalizmus nem az a liberalizmus, amire mondjuk a mai magyar jobboldal lipsizik. Ez úgy van, hogy a 19. században ugye a 19. században megtörtént a szekularizáció, ami egyrészt következett a liberális alapelveiből, másrészt magának a racionalizmusnak, a felvilágosodásnak a sajátos felismerése az, hogy a vallásokat, ami inkább ellentéteket szül, hogy polgárháborúkat szét, meg 30 éves háborút a vallási ellentétek, sokkal jobb az, hogy a vallás az visszaszorítsuk a közéletből. Tehát ugye ez a ki mint gondol a világról, ez a saját maga dolga, ez nem tartozik a közre. Tehát valahogy ez ered a liberalizmusból, és hogy ez a 19. században nem problémákkal szült, tehát nem tudott megújulni. Tehát, hogy a Közép-Európában voltak a nemzetiségi problémák. Tehát, hogy az, hogy a szlovákok, a románok, a szervek, azok saját államot akartak létesíteni. Ugye egyrészt ilyen probléma ugye Franciaországban nem volt, vagy ott nincsenek kisebbségek, de itt Közép-Európában ugye egy liberálisan gondolkozó értelmiségén nem tudta azt értelmezni,
hogyha mi egy országban azonos jogokkal rendelkezőben mindenki egyenlő, akkor miért akarnak ezek a nemzetiségek többlet jogokkal nagyobb autonómiát? Tehát, hogy a nemzetiségi kérdésekre, a nacionalista kérdésekre a liberalizmus nem tudott válaszolni. Vagy az antiszemita kérdésekre, hogy mondjuk mondjuk miért van az, hogy egy bizonyos népcsoport kezébe összpontosul a gazdaság. Ugye a liberális van azt mondja, hogy hát ha lehetősége lenne neked is, ha igyekezzél, de nem igyekszel, de ugye ez egy antiszemitának ez valahogy nem válasz. És ugye még akkor még jönnek a szociáldemokraták, akik ugye ezt a kapitalista tőkealapú világnézeten nem értenek egyet, és ugye mondják az, hogy elosztás. Igen, tehát megjelennek ezek a szélsőséges ideológiáknak a csírája, amivel nem tud mit kezdeni a liberalizmus, és akkor ekkor jön egy fordulat, amikor a konzervativisták kezdik el azt mondani, hogy ezeket az értékeket, a liberális értékeket meg kell őrizni, konzerválni kell, mert ezek mégiscsak jó értékek, és ugye még egy liberális nem tud válaszolni ezekre a szélsőséges kérdésekre, hanem azt kénytelen mondani világnézeti semlegességből, hogy igen, elfogadom, hogy te így látod, meglátok, az parlamentben úgyis azok leszünk többségben, akik úgy gondolkodnak, mint mi. És ugye ezt látva, hogy a konzervatívok meg azt mondták, hogy nem lehet így az a válasz, hogy elfogadom a te nézetedet, hanem igenis erélyesen ki kell állni ezekért az értékekért. De akkor ez azt jelenti, hogy a kvázi liberális értékeknek egy részét elfogadja a konzervativizmus is, csak azt mondják, hogy eddig elfogadom, és innentől nem. Ugye azért szoktunk ilyeneken vitatkozni, hogy a mai modern liberalizmusnak, a kultúrbalos liberalizmusnak, a libertárius nézeteknek azok már kvázi szélsőségek, tehát és nyilván ez ellen szoktak a konzervatívok felépni, de akkor az a liberalizmus, amiről mi beszélünk, már most tettünk egy kis kitérőt, az a liberalizmus, az a szintje, amin közmegegyezés van, és ez gyakorlatilag minden modern társadalomnak az alapja, és nem is szoktuk liberalizmusnak tekinteni, tehát csak elméleti szinten liberalizmus, ezt akkor jól értem, igen, ugye? Igen. Beszélhetünk akkor így a történelmi alkotmány, egyáltalán a magyar alkotmányosság beszélhetünk. Alapján jobb lenne menni, nem? Tehát, hogy azért ilyen nagy világi kitekintés, az kicsit tág lenne, tehát Igen, tehát ugye alapjáraton ugye alkotmányosság az valahol hozzátartozik a politikai kultúrához. És ugye azért a Magyarország az olyan szempontból szerencsés, hogy nekünk én 1000 éves politikai kultúránk van, ugye Szent Istvántól kezdve, talán ennél régebbi még talán a német pár száz évvel, de hogy igazából még a kínai van az, akik 10 000 éves történelemmel rendelkeznek, és még a modern demokráciák, ugye Amerika az már csak egy 300 éves tálkolmány. Tehát, hogy ez egy nagyon különleges valami. Tehát itt kezdődik, és... Igen. Tehát még általánosában meg kell említeni azt, hogy ugye hogy kettőféle alkotmányosságról beszélünk, történeti meg kartális alkotmányosságról, illetve ezt az utóbbi kartális még szét lehet bontani 3 altípusra, erről majd később fejtem ki, amikor az aktuális... Egy mondatban össze lehet foglalni, hogy mi ez a kartális? Ugye a történeti az úgy néz ki, hogy tehát az angol alkotmányosság is ilyen, illetve ugye a korai magyar alkotmányosság is ilyen, hogy nincs egy konkrét törvénykönyv, egy konkrét alkotmány, hanem egymásra épülő iratok, népszokások vannak. Tehát ugye mondjuk a magyar történelemben ugye az, hogy volt az aranybúla, amire épült a,
a nagyvilágosi törvények, ez alapján kialakult a népszokás, amit a Verbőci hármas könyv foganosított, akkor ezek alapján ugye később meg létrehozták a pragmatika szankciót, később, és ugye a pragmatika szankció alapján történt meg a kiegyezés. Tehát ez a történeti, hogy ezek gyakorlatilag ilyen szervesen a történelem során kialakult jogforrások egymásra épülnek. Igen, igen. És a másik... A kartár is meg az, hogy nem sok törvény van, amik egymásra épülnek, hanem egy törvénykönyv, mint ahogy van az amerikai alkotmány, és egy törvénykönyv. Vagy a magyar alaptörvény. Vagy a magyar alaptörvény. Vagy előtte volt a magyar 49 évi egyes törvény. Igen, igen, igen. Aha. Igen. Na szóval, hogy, tehát ugye mit hozott nekünk a Szent István, meg ez a ezer évig tartó, majdnem ezer évig tartó királyság. Egyrészt az, hogy maga az, hogy ott került Szent István a trónra, ugye volt a trónviselés, hogy már maga Szent István az, aki meghonosítja ezt, hogy egy karizmatikus vezető kell a magyarságnak. Tehát egy karizmatikus vezető, aki önálló tud lenni a német császárságtól, a bizánci császárságtól, a pápától, ugye azért Szent Mária a védő szentő, mert ugye az még, ez a szent még a Szent Péter felett is áll, és később Szent László erre hivatkozva tudta azt mondani, amikor a Horvátországot foglalt el, hogy bocsánat, nekem a pápa az nem a felettesem. Illetve a Szent László, ugye ő is úgy került a trónra, hogy nem törvényes, tehát nem ő volt a törvényes egyenlőségi leszármazott, mégis, mint karizmatikus vezető, ő tudott érvényesülni, és ő tudott a trónra kerülni, és ő lett az uralkodó. Tehát, hogy kvázi akkor ez, hogy a királyság, a király személye, az erős király személye, igen, legitimálja a mi függetlenségünket a nemzetközi porondon. Tehát, hogy ezt így kell érteni, ugye? Igen, igen. És hogy a mai nap is a napján politikára is arra szól, hogy ki tud karizmatikus vezető lenni. Hát igen, de azért most nem áll fönn az a veszély, hogy mondjuk a Angela Merkel megtámadja Magyarországot, vagy Boris Johnson, tehát de hogy akkor ezek szerint ez az erős vezetőre való igény, lehet, hogy a néplélekből, meg a hagyományokból eredeztethető. Igen. Igen. A másik, az meg a Szent Koronához való furcsa viszonyunk, ugye, hogy mit keres a köztársaság címerében a Szent Korona, miért van az a parlamentnek a közepén. Szerintem ez nem egyedülálló így a világpolitikában. Nem, viszont nagyon sajátos az, hogy például az, hogy Angliában ugye minden uralkodónak saját koronát csinálnak, addig ugye hagyomány szerint ez az egy koronánk van Szent István óta. És ugye ami később ebben a korszakban alakult ki Szent Korona tan, ugye az, hogy a korona testesíti meg a nemzetet, illetve ugye aki aktuálisan a koronát viseli, az aktuális király, ugye azt testesíti, azt jelképezi az országot. És ugye az, hogy tehát van egy ilyen ránk jellemző vonás, hogy egyetlen egy korona, ez itt valahogy mégiscsak megadja a mi magyar identitásunkat is. És ugye mondjuk ez a modern korban, ugye ez ott érhető tetten, hogy ugye a tisztségviselőnek, a miniszterelnöknek a Szent Koronára kell esküt tennie.
akkor gyakorlatilag ez a legitimációja annak, hogy a Szent Korona a parlamentben van, hiszen a legfőbb hatalmat testesíti meg, vagy jelképezi, szimbolizálja, és mivel a legfőbb hatalom a népszuverenitásból ered, tehát a parlamentarizmusból, ezért van a parlament közepén a helye. Igen. Ezt mondjuk így már értem. Viszont az, hogy a koronára esküszünk föl, vagy nem mi, hanem mondjuk a miniszterelnök, vagy a közjogi méltóság a koronára esküsznek föl, ez viszont az új, a neres alkotmány óta van, nem? Vagy a... Egyrészt igen, viszont ugye ebből a középkori szimbolikából eredeztető, hogy ugye az a hatalom, aki a korona. De közjogilag, tehát konkrétan azóta amióta ez az alaptörvény. De mondjuk ez én véleményem szerint, és akkor ez most már vélemény, ez egy legitim dolog, szerintem. Igen. Na és ugye a 68-as kiegyezés az egy sokkal problematikásabb dolog. Tehát ugye már előzőleg ugye a reformkorta meg a három darabra szabdalt Magyarországban már kialakult a parlamentarizmus, tehát annak már volt egy hagyománya, viszont ugye az, hogy tehát a maga a kiegyezés, ugye tudjuk a törvény könyvekből, hogy ez egy nagyon nehezett, megkonstruált történet volt, egy nagyon érzékeny szerkezet, tehát hogy mindent meg kellett azért tenni, hogy ez a szerkezet úgy egyben maradjon. Tehát hogy egyrészt ugye a választói törvényeket úgy kellett meghozni, ahogy másrészt, hogy az is problematikás, hogy a miniszterelnököt nem az országgyűlés jelölte ki akkor, hanem a király. Sőt, ugye most a királyt az ugye most a köztársasági elnök testesíti meg, akit az országgyűlés szavazott meg. Tehát, hogy ez a... Igen, most ugye a köztársasági elnököt az országgyűlés szavazza meg, tehát a népszuverenitásból eredeztek az közjogi hatalma, de akkor pedig a főhatalom az ezek szerint a királynál, vagy ugye aki a magyar király, az osztrák császár volt, akkor ő nála volt. Ő nála volt, és ugye az, hogy ő jelölte ki a miniszterelnököt, ugye a politika kultúrán nem arra ment, hogy a demokratikus legitimáció, hanem a királygyűlség irányította. Tehát az egy fele más helyzet volt, hogy parlamentáris demokrácia, de a főhatalom az mégis akkor a királytól volt eredeztetve. Igen, és hogy, tehát ugye akkor is voltak hangoztatták azt, hogy a Habsburgokkal nem lehet kiegyezni a Habsburgoktól, függetlennek kell lennie, és hogy ez az árulás. Viszont, ugye, Deákék, ugye már ezzel megpróbálták, hogy leszakadni az osztrákoktól, ugye 48-49 forradalom tört ki, és látták azt, hogy ez azt eredményezte, hogy bejöttek az oroszok, és szétverték az országot. És a Deákék azért egyeztek ki a haza érdekében, mert tudták, hogy ez még egyszer megtörténik, akkor már nem lesz Magyarország. Igen. Ez a politikai realitás volt igazából. És ennek a megismétlődése a rendszerváltás, mert hogy ott az ellenzéki kerekasztal pontosan tudták, hogy mi volt 56-ban, amikor megpróbáltunk megszabadulni az oroszoktól, legázolták az országot megint csak a tankok. Hú, ez egy érdekes és hogy ezért nem csináltak forradalmat, ugye Antal József szokott volt hivatkozni erre, teszteltek volna forradalmat csinálni, azért, mert hogy ezt pontosan tudták, hogy az ország nem bírná ki még egy forradalmat ugyanúgy, és ezért inkább kiegyeztek a hatalommal a kommunistákkal. Hát igen, de mondjuk azért a 89-90-es rendszerváltás, azt most csak így zárójel be, és akkor nem akarok erről túl sokat beszélni, azért ott a nemzetközi környezetből is adódott ez a dolog, tehát hogy nem nagyon kellett volna forradalmat csinálni, hiszen összeomlóban volt világszert azért az a rendszer, tehát nyilván akkor, és azért utólag is örülhetünk neki, hogy békés volt az átmenet,
Nem, de igazából nem lett volna az egy olyan véres harc, tehát... Igen, ebben igazad van. Viszont ugye a maga a rendszerváltás ugye úgy született meg, hogy ugye nyilván a kommunistának a kezében volt az, hogy minden rajtunk múlik. Tehát, hogyha velük nem egyezünk mégis ki... igen, ha ők nem adják igen, át a hatalmat, akkor nem úgy történik meg. Valószínűleg megtörtént volna a rendszerváltás, de nem úgy történik igen. meg. Uh-huh. Igen. És ilyen alapon már értem a párhuzamot a kiegyezéssel, igen. Hogy ki kellett az akkori hatalommal egyezni, mert különben nem biztos, hogy átadták volna, vagy nem biztos, hogy úgy adták volna át a hatalmat. Igen, igen. És akkor még egy valami, ugye abban adódóan, hogy nem a választásokon múlott a kérdezés után, hogy ki lesz a miniszterelnök, hanem a királynak a jó voltából. Ugye a miniszterelnök, a kormányváltások nem függtek a szavazástól, és ez mondjuk ugye a kommunista érában volt az, hogy nem azért lett Rákos helyett Kádár, mert hogy őt szavaztuk meg, hanem mert ugye Szálin meghalt, jött utána a Ruscsov meg a Brezsnyev, uh-huh. akik más rezsimet akarta felállítani. Uh-huh. A történelmi alkotmányosságról beszélünk, és ugye beszéltünk arról, hogy ugye a királynál volt a főhatalom, de akkor hogy értelmezendő a történelmi alkotmány kvázi Szent Korona tan a világháború után, az első világháború után, amikor már akkor nem királyság voltunk, vagy formálisan királyság voltunk, vagy ez király úgy, nem volt. Nem, ugye? Úgy volt, tehát hogy a világháború után, tehát a világháború lezáró 18-ban, és ugye 20-ban történt meg a trianoni szerződés, és a kettő között azért, mert hogy Magyarországon közpolitikai káosz volt, tehát egyrészt az, hogy megszűnt a monarchia, tehát a kettő ország szétvált, illetve lemondott a király. És ugye, először volt kísérlet a demokráciára, ugye első magyar köztársaság, utána jöttek a Kunbéleik, Tanács köztársaság, majd utána jött a Horthy és az átmeneti kormányzás, ami már tudott delegáltani képviselőket Trianonba. És ugye ezért a trianoni szerződés ugye emiatt telt még el a háború után még kettő év. És ugye a Horthy rendszer meg ugye az volt, hogy a köztársaságot nem akartak, mert látták azt, hogy nem volt erőképes a köztársaság, és hogy rögtön utána jöttek a kommunisták megszállni, és hogy viszont, ha meg királyság, ugye akkor meg a Habsburgokat nem hívhatnák vissza, pedig őket kéne ugye pragmatika szankció értelmében, viszont ugye az van a trianoni szerződésben, hogy Habsburg nem uralkodhat se Németországban, se Ausztriában, se Magyarországon. Tehát ugye akkor így mit csináljunk, és akkor az lett a megoldás, hogy király nélküli királyság lesz. Tehát ez az egyik tényezője, a másik tényezője az, hogy végső soron Horthy kormányzó lett, de királyra is lehetett volna ennyi erővel. Miért nem lehetett volna király? Azért, mert ugye a királyt az esztergomi érsenekkel megkoronázni, a Horthy meg református volt. De akkor is közjogi értelemben gyakorlatilag a háború utánig tehát mondhatjuk úgy is, hogy volt egy második magyar királyság, aminek a vége de facto a szállasi megszállás vetett véget, de jure megy a 49-es alkotmány. És akkor tényleg a 45-49 közötti 45-49 között úgy a szakszerűen azt kell mondani, hogy az volt a demokratikus kísérlet, mert hogy akkor volt a második köztársaságnak az időszaka. Hát formálisan még királyság voltunk. Hát, nem volt olyan törvény, ami kimondaná azt, hogy vége a királyságnak. Uh-huh, uh-huh.
És akkor ez tulajdonképpen a 49-es alkotmány mondta ki? Hát a 49-es alkotmány mondta ki az, hogy ez, hogy szocialista köztársaság vagyunk. Hát onnantól számít köztársaságnak közjogilag. Igen. Ez most kívülről nagyon jó hangozna 49, hogy hú, itt köztársaság lett, hú, itt alkotmányosság, írott alkotmány, állítólag modern alkotmány. Egyrészt modern alkotmánye a 49-es önmagában, az akkori formájában. Másrészt meg, hogy ezek a keretek mégis egy diktatúra működött alatta, hogy ez hogy... Tehát ugye modernet ugye nem történeti, hanem van egy írott alkotmánya. Tehát ebből a szempontból modern, hanem tehát, hogy itt a problémát inkább azt jelenti, hogy ugye ez a lenini alkotmánynak egy magyarosított változata volt. Uh-huh. És akkor gondolom, teli volt ilyenekkel, hogy proletár diktatúra, meg az ilyen kommunista szólamokkal. Na. És hogy lett ebből mégis, nem tudom, hogy arról a 45 évről kell beszélnünk, így a kommunisták szempontjából, de hogy lett ebből mégis egy, hogy ezt kiherélték, és egy modern alkotmány lett belőle? Na, szóval a kartális alkotmányokat tekintjük modernnek, és ugye most van az, hogy részleteznem kell, hogy háromfajta kartális alkotmány van. Az egyik a tipikus példája ez az amerikai alkotmány, ami ugye a függetlenségi háború után rögtön megszületett, és ahhoz nem nyúltak hozzá azóta, hanem én sokkal inkább ugye nem alkotmánymódosításokat, hanem alkotmánykiegészítéseket eszközöltek rajta. A másik fajta az a forradalmi alkotmány, aminek iskola példája a francia alkotmányok, mert ugye a nagy francia forradalom után ugye egymást követték a köztársaság, majd a diktatúra, majd a királyság, a császárság, újra köztársaság, és ugye ez összör eljátszották a... Tehát akkor több alkotmányozás volt. Igen, jött egy forradalom, új rezsim, új alkotmány, teljesen nulláról. Akkor lehet, hogy nekünk se kell megijedni attól, igen, hogy most itt jött a NER, lett egy új alaptörvény, most lehet, hogy jövőre, vagy egy-két év múlva az új hatalom ír egy újat. Lehet, igen, lehet. És ugye ez a 49-es alkotmány, ez is egy forradalmi alkotmány volt. És akkor van a harmadik, a kiegyezéses, ami az előbb említett német alaptörvény, és egy kiegyezéses alkotmány, olyan szempontban ugye, hogy kiegyezett a német társadalom azzal, hogy először csak az NSZK-n belül, nem alkotmány lesz, hanem alaptörvény, és ugye kiegyeztek a kettő Németország, hogy akkor nem alkotmány lesz, hanem ezt kiterjesztik. És ugye a 89-ben is kiegyezéses alkotmányozás lett, mert ugye a kommunistákkal az a kompromisszum született meg, hogy nem lesz új alkotmány, hanem a 49-est módosítják. Ja, nálunk. Nálunk. Igen. Nálunk. És ez nagyon fontos, tehát ugye 89-ben lesz egy alkotmánymódosítás, de nem lesz új alkotmány, és majd ugye az első kormány, az MDF-SDS paktum hozza meg a sarkalatos törvényeket, hogyha egy következő ciklusban esetleg az MSZP nyerni, ami is következik, ne tudják újra visszamódosítani szociális köztársaságra az országot, hanem hogy konzerválják a rendszerváltást. És ugye lehet arról beszélni, hogy vannak olyan országok, ahol úgy lehet csak alkotmánymódosítani, hogy kettő különböző ciklusnak is el kell fogadni a kettőharmados többsége, és utána még nemzet kell népszavazás, vagy például az osztrákoknál nagyon könnyű, eszerű többséggel meg lehet szavazni az alkotmánymódosítást, viszont utána 5 évig békén kell hagyni, és nálunk ez a kétharmados sarkalatos törvényi szabályozás olyan, hogy 90-től 2010-ig senkinek, tehát ott tényleg összparlamenti megegyezésnek kellett összejönnie, mert ugye még az MSZP-SZDSZ koalíciónak sem volt meg a
olyan könnyen meg a kétharmadat. Tehát ott... Én úgy tudom, hogy nekik megvolt, hogy csak bizonyos időszakban volt meg, csak nem értek vele, tehát hogy hát, nem érezték annyira legitimnek, vagy annyira erősnek azt a többséget, hogy alkotmányt módosítsanak, vagy alkotmányt. Igen, igen, tehát ez a kétharmados szabályozás egy olyan 20 évig egy ilyen nagyon erős szabálynak tört, gondoltuk, és ugye 2010 után, amikor a Fidesznek meg volt ilyen legitimációs hatalma, onnantól meg könnyű szabálynak tűnik ez a védelem. Tehát, hogy igazából ez a magyar kettőharmados sarkolatos törvényre szered ilyen közép megoldás az, hogy mennyire nehéz vagy könnyű módosítani egy alkotmányt. És ugye most jön az, hogy ugye 2010-ben ugye teljesen új alkotmány vagy alaptörvényt hoztak létre, tehát a törvényi rendszerváltás az csak 2010-ben történt meg, tehát ekkor váltottunk egy új rendszert, amit úgy nevezett el Viktor, hogy nemzeti együttműködési rendszere. Tehát nem a szocialista rend, hanem a nemzeti rend. Tehát már ugye azért én a régi szocialista alkotmányt nem olvastam, hiszen akkor még gyerek voltam. Az abból készült 89-es alkotmányt, ami ugye hát, kvázi újnak tekintettük, de ugye módosított volt, az viszont minden olyan jogállami alapelvet, meg ilyen ilyesmit tartalmazott, én ahogy láttam, mert ezt olvastam és tanultuk is, hogy egy tényleg egy korszerű jogállami demokratikus alkotmánynak tűnt. Tehát, hogy ez hogy lehetett abból ilyen? Tehát, hogy most el kell mondani azt, hogy ilyen Pázmárra járok, és hogy akik oktatnak engem Pázmányon tanárok, nekik az a véleményük, hogy 2010-ben már egyértelmű volt az, hogy kell egy új alkotmány, egy korszerű, egy 21. századi alkotmány, tehát volt erre egy jogászok felül egy igény új alkotmányra, amit nem tudtak kilobbizni a szocialista kormányzás alatt, a Fidesznél igen, és hogy ez egy jó alaptörvény volt, viszont ugye a jogbiztonság, alkotmányi biztonság és számos más alapelvet, ugye az utána következő 9 módosítás már megsértett. Tehát, hogy alapvetően az eredeti, a gránitszilárdságú alaptörvény, az egy demokratikus alkotmány volt, csak a kétharmad, élve a felhatalmazásával ebbe olyan dolgokat belecsempészett utólag, amik már sértik a jogállami elveket, ezt így kell érteni? Sérti, vagy sértheti, ugye ez idefele az úton fogalmaztuk azt, hogy beszéltünk arról, hogy legitimáció, legalizáció, hatalompolitika, tehát hogy ezeknek a határai, ez örök vita fog maradni. És ugye ezzel él vissza mind a Fidesz jelenleg a kormányban, illetve nagyon retorikában az ellenzék sem különbözik ettől. Hogy hogyan kívánja értelmezni. Úgy érted ezt, hogy túlzóak az ellenzéki, adott esetben az ellenzéki értelmezések és félelmek? Akár. Bizonyos esetekben. Nyilván ez nagyon nehéz... Na igen, ez nagyon nehéz azért eldönteni szerintem, hogy most valami, amire egy törvényi lehetőséget ad, azzal fog-e élni valaki, vagy nem, és akkor ezt veszélynek tekintem, vagy nem, hogy fog-e élni, fog-e vele visszaélni. Ez olyan szempontból viszont érthető az ellenzék részéről, nem, hogy ugye azért egy-két sok esetben visszaélt ezzel a kétharmados hatalommal a NER, viszont sok esetben meg túlzó a reakció, nem? Igen. Avagy ha nagy Isten egyszerű többséggel az ellenzék nyerne, és ebben érzi azt, hogy legitimitása van alkotmánymódosításra, hogy ugye az akkor meg a jobb oldal az, hogy fogja fogadni. Hát igen, ez egy nagy kérdés, és akkor el is jutottunk
az aktuális politikai dilemmákhoz, hogy ha itt történik jövőre egy rendszerváltás, ugye ezt rendszerváltásnak tekintjük, ezt ma hagyjuk, hogy most ez ki hogy értékeli, mert ez tényleg ez attól függ, hogy milyen szemüveget veszek föl. Tehát akkor történik egy kormányváltás, és azokat a jogállamot sértő, vagy joggal való visszaélés jellegű intézkedéseket ugye szeretné az ellenzék visszacsinálni, akkor mi az, amit megtett, mi az, amire van legitimációja? Tehát, hogy nyilván a jelenlegi alaptörvény szerint semmi, mert hogy nem lesz valószínűleg kétharmada. Figyelj, tehát az alkotmányokban az alapfeltétel, hogy igazságos is legyen, meg érvényes legyen a jogbiztonság is. Viszont van csomó dolog, amikor ez a kettő üti egymást, és ilyenkor a jogászak azt kell mondani, hogy a jogbiztonság az elsődleges szempont. Tehát ez mondjuk az alkotmánytanárok, ugye ez azzal illusztrálta, hogy ugye 2009-10 környékén ugye olyan problémák merültek fel a BKV-nál, hogy ugye alvállalkozók 3 hónapra szerződtek, és hogy nem csináltak semmit, viszont 10 milliós kárt követeltek. És hogy ugye a Fidesz ugye ez úgy óhajtotta orvosolni, hogy ugye ez felháborít, hogy ez nem igazságos, hogy nulla munkáért ekkora végkielégítést kérenek. Tehát visszamenőleg úgy kell módosítani a törvényt, hogy visszamenőleg ez büntethető legyen. Viszont ugye ez bármennyire is tűnhet igazságosnak, hogy ne kelljen ezt már kifizetni, a jogbiztonsággal ellenkezik, tehát visszamenőleg nem lehet. Tehát, hogy nincs visszamenőleg jogalkotás, mert ők viszont volt valami, én most nem emlékszem a pontos esetre, az ebbe a BKV esetben volt, hogy visszamenőleges jogalkotást alkalmazott a NER? Vagy hát nem tudom, hogy akart alkalmazni, vagy végül alkalmazott is. Uh-huh. És nem visszamenőleges jogalkotása az, amiről itt most, és majd mindjárt kikeresem, mert itt följegyzeteltem, hogy bizonyos miniszterelnök jelöltek mit ígérnek, hogy nem visszamenőleges jogalkotása az, ha azt mondom, hogy visszamenőleg érvénytelenítek olyan passzusokat, akár az alkotmány bizonyos passzusait, vagy alaptörvény bizonyos passzusait, vagy bizonyos kétharmados törvényeket, mert hogy a kizárólagos hatalomgyakorlásra irányul. Igen, sértő a jogbiztonságot, viszont nem biztos, hogy sértő az igazságoságot. Tehát ennek az ellenpéldája a müncheni per. Kis technikai problémánk volt, a legalizáció és legitimációnál akadtunk meg, és akkor visszaadom a szót. Na, szóval, tehát ugye nem arról beszélünk, hogy mi a jogszerű, hanem az, hogy mi az igazságoság. Ugye előbb mondtam azt, hogy jogi szempontból ugye a jogi biztonság az előrébb való, viszont ugye az embernek a lelkiismerete, hogy valahogy más diktál, ugye itt mondjuk azt, hogy a többség az másképp gondolja igazságosság, mint az a pár jogász, tehát így lehet érezni azt, hogy valószínűleg ez a jogállamiság dolog, meg ez a demokratikusság dolog így valahol bizonyos szinteken már egymásnak ellentmondó. Tehát, hogy 6 millió ember megölése, és nem tudom hány millió egyéb áldozat után a jogállamisági feltétel nem volt annyira fontos. Tehát fontosabb volt az történelmi igazságtétel, mint hogy az, hogy most ilyen jogelveknek megfeleljünk. Igen. És akkor ebből az következik ezek szerint, hogy akkor ez nem jelenthető ki exakt módon, hogy mikor van a jogbiztonságnak az elsőbsége, és mikor van az igazságosságnak az elsőbsége. Igen, tehát hogy mondjak egy triviális példát, mondjuk azt, hogy leadjás-e valahogy leszarul a népszavazás, hogy ki is csukja a cigányokat, melyre van az 50%-os... Ez olyan csúnya példa, remélem, hogy ezért nem fog minket letiltani a YouTube. És megvan a többségi igen, akkor mondjuk
észszerűen azt kell mondani, hogy ez akkor is abszolút, tehát ez nem lehet meccsen, mert ugye ez persze, alkotmány ellenes, egyértelmű. Persze, ez tisztosul. Igen, viszont ugye itt ebben az, hogy Fidesz vagy ellenzék, itt ugye így már úgy bélen az, hogy a demokratikusság, valamilyen fajta demokratikusság az talán erősebb, nyomosabb ér, mint az, hogy most jogállamban hogyan érvényesülnek a jogok. Uh-huh. Tehát, hogy akkor ez egy nagyon vékony jég az ellenzék részéről, és itt több megoldás is elhangzott, és én ezt most kigyűjtöttem. Várj, te még szeretném, ami félbe maradt a gondolatom, tehát ugye az, hogy mi az igazságosság, ugye ezzel már a jog nem tud mit kezdeni, tehát hogy az igazságosságot ugye a jogbiztonságban látja, de a másfajta igazságosság is van, akkor az így most sokkal inkább a politikának, az ideológiáknak a tere, és ugye két lehet arra beszélni, hogy tehát az, hogy ki hogyan értelmezi az igazságosságot, ugye ez legfőképpen abban azon múlik, hogy milyen ideológia képviselője van a hatalmon. És ugye mondjuk lenne azt mondani, hogy volt egy baloldali kormányzat, és lesz egy még egy baloldali kormányzat, és hogy ez a kettő közötti lévő jobboldali kormányzás, ez meg egyfajta átmeneti időszak, egyfajta átmeneti alkotmányosság. Tehát lehet egy ilyen politikai retorikát is alkalmazni. Ez mondjuk nagyon érdekes, ez az értelmezés ennek a dolognak, legalábbis az én olvasatomban egy első hallásra. Ezt most így nem is nagyon kérdeznék bele, mert ezt még emésztenem kell. Viszont... Ki mit mondott? Amit az előbb, amiről beszéltünk, tehát hogy ezek szerint a maga a jogbiztonság, ugye ez egy exakt, egy normatív, gyakorlatilag szövegszerű dolog, viszont ezzel vissza lehet élni, az igazságosság az meg nem egy exakt fogalom, és nem egy normatív, nem egy egyértelmű fogalom, és ezért nagyon, nagyon nehéz az, hogy mikor melyik az erősebb, mikor melyik a legitimebb. Igen, hát ez egy nagy kérdése a jövő egy-két évnek. Igen. Igen. És ugye én a lesz ellenzék, lesz kormányváltás, ugye én az előválasztási retorikát én abban látom, hogy kiegyezéses alkotmányozás lenne, ami mondjuk legjobban a pálinkás képviselt, vagy fordalmi, ami szerintem a legerélyesebben a márkizai képvisel, és mondjuk a kettő között középúton van a Karácsony, a Dobrev meg a Jakab az meg a márkizai és a Karácsony között. Én nem ismerem teljes részletességében az összes jelöltnek az álláspontját. Ugye a pálinkás most már nincs is a porondon, viszont a... Igen, igen, igen. Én kijegyzeteltem egy-két kulcs mondatot, ami elhangzott. Igen. A Márki-Zay ugye azt mondta, hogy új alkotmány, közös alkotmány. Igen, tehát ugye oké, legyen új alkotmány, viszont akkor hogy érti azt, hogy közös alkotmány? Tehát, hogy akkor ez az alkotmánynak a Fidesznek és közösnek kell lennie, tehát ebben nekik is bele kell egyezni. Hát egyébként ez a nagy kérdés, hogy ugye itt elhangzott, nem tudom, hogy melyik ellenzéki formáció szájából, hogy ha új alkotmányt alkotnak, akkor az egy névszavazással lesz legitimálva. Ez a Jobbik mondja. Ez a Jobbik mondja? Ez a Jobbik mondja. Ugye erre, ugye utaltam arra, hogy van erre precedens, hogy népszavazással erősítik meg az alkotmánymódosítást, csak ugye akkor ki kell találni, hogy 100%-tól érvényes, vagy ugye a nagy akarja, hogy legyen a kvóta, vagy sem. Ugye ott is ez volt az izéje a Fidesznek, hogy ugye 50%-tól érvényes, holott másod meg 25-től zárulja el, hogy ők szavazták meg azt, hogy legyen 50-től. Tehát már ebben is kéne konzenzus, kérdés az, hogy lehetséges az, hogy honnan húzzuk meg a határt. Uh-huh.
Igen, hát nekem ilyen erős mondataim vannak, ugye ezek nagyrészt a miniszterelnöki vitából származnak, és ott ugye nem egy alkotmányjogi vita volt, hanem egy aktuál politikai vita. Például ugye Jakab Péter azt mondja, hogy az első héten minden olyan törvényt visszavonna, amely lehetővé tette a pártállam kiépítését, és hát ugye a börtönözés Polt Pétert azonnal lecsukná. Hát azt hiszem, hogy ezzel a második kijelentéssel szerintem most ebben a beszélgetésben nem sok dolgunk van. Tehát erre tehát itt azt lehet felvetni azt, hogy Orhúz Zsolt meg a kormány és a kormányzatnak és a kormányzásnak a határa, ugye az, hogy van a kormányzat, az, hogy valahogy egyértelmű, hogy az az intézet, a kormányzás meg, amit művel a kormány, tehát az a művelet. De és hogy akkor például az, hogy akkor mondjuk az államtitkárság, az most a kormányzatnak a része, vagy a kormányhivatalnak a kormányzat része, tehát hogy ezek a bürokratikus részek, ami szükséges az államnak a működéséhez, ez egy szorosan kapcsolódik ahhoz a kormányzathoz, ahhoz a politikai klientúrához, vagy sem. Tehát, hogy ugye, ha lesz egy kormányváltás, akkor hogy milyen szinten kell a teljes garnitúrát leváltani. Tehát, hogy tényleg kell az, hogy a kormányhivatali vezetőt is. Ez egy mindig egy örök vita minden kormányváltásnál, tehát egy sokkal békésebb kormányváltásnál is egy örök vita, hogy milyen szintig nyúlnak vissza, és ez igazából kormányzati kérdés, vagy kormányzási kérdés, de igazából nekünk az alapközjogi kérdés, hogy mit lehet megtenni. Tehát, hogy ez nem egy olyan erő. Most a Polt Péter lecsukását hagyjuk, de maga az, hogy visszavonja azokat a törvényeket, amiket az új hatalom nem érez legitimnek, illetve jogállam ellenesnek mond, ez azért nem tűnik olyan erős kijelentésnek. Az, hogy jogállamiság ellenes az sem, az nem tudom. Tehát ha azt kérdezed, hogy ez alkotmány ellenes vagy sem, ez a dolog, ugye egyrészt tudom azt mondani, hogy igen, mert tegyük fel azt, hogy nem felelnek meg az alkotmányos elveknek, viszont ugye ellenoldalt, hogy egy ilyen lépés megfelel egyáltalán az alkotmányos elveknek? Hát igen, ezek nagy kérdések, és egyébként most akkor idézem Dobrev Klárát, aki egyenesen azt mondta ki abban a miniszterelnöki vitában, hogy az alaptörvény maga alkotmány ellenes, stb. Leszámol a Fidesz rendszerével a kormányzat első pillanatában, ez már a körítés része, de hogy lehet maga az alaptörvény, ami tulajdonképpen egy alkotmány ellenes? Tehát az alkotmány, tehát úgy, inkább úgy tudom megfogalmazni, hogy vannak olyan passzusai, mint például az, hogy az anya, nő, apa, férfi. Ami nem való egy alkotmányban? Igen, vagy az, hogy ugye alkotmányban van benne az, hogy a melegen nem házasodhatnak. Tehát, hogy ilyenek a világnézeti semlegesség elve alapján nem kerülhetnének bele ilyen szövegek az alkotmányban. Igen, de ez kicsit nekem ilyen rókafogta csukának tűnik, hogy az alkotmány ellenes, de akkor igazából a demokratikus jogelveknek kell ellenkeznek az alkotmánynak ezek a bizonyos passzusai. Igen, igen, illetve tehát az, hogy alkotmány ellenes, én nem úgy tudom interpretálni, hogy az ő alkotmányról való felfogásának nem felel meg, de ugye akkor lehet megint Márki-Zayra visszautalni. Okay, viszont a jobb oldal meg ezt elfogadja, mint alkotmányos. Tehát, hogy most hol van az igazság? Hát egyébként szerintem én gyanítom, hogy ebben rohadt nagy viták lesznek, ha a mostani ellenzék nyer, és ilyen hatpárti kormányzás lesz, akkor ezen már cégen belül szerintem óriási viták lesznek. És ez nem jogi, nem alkotmányos kérdés, hanem politikai kérdés. Ugye, amit mondtam, az, hogy
ki mit ér, az az igazságos. Igen, és akkor még nem beszélve arról, hogy egyrészt akkor házon belül kellene megegyezni azon, hogy hogyan? Akkor mit kezdünk ezzel az alaptörvénnyel, igen, az alkotmánnyal, és utána azt még el kellene fogadni az akkor, tegyük fel, hogy ők nyernek, akkor az akkori ellenzéki, most egy kormánypárti többsége. Hát akkor ez nem egy olyan egyszerű művelet. Igen. De akkor tulajdonképpen most már eljutunk a konklúzióig, hát nyilván nem fogjuk itt a világot megváltani, meg nem fogjuk az ellenzék helyett megoldani az ő problémájukat, de hogy milyen forgatókönyveket látunk mi itt. Most tegyük fel, hogy hát nyilván ha nyer a Fidesz, akkor így alkotmányjogi szempontból gondolom, hogy marad az, ami eddig volt, főleg, hogyha nem kétharmaddal nyer. Megint egy történeti párhuzamot hozzék ide, kettőt. Tehát egyrészt, amikor második József uralkodott, hogy ez egy érdekes kérdés volt, mert ugye pragmatika szankció alapján nyilvánvalóan ő volt a jogos trónörökös, viszont mióta nem koronáztatta meg, mivel nem akart elismerni a magyar államiságnak az autonómiáját, ebből fakadóan ő nem volt legitim uralkodó, tehát a nemesség nem fogadta őt el, és ugye Arambólában szentesítve volt az ellenállásnak a joga ez esetben. Tehát a vármegyei gyűlések azok ellenálltak, nem fogadták el a határozatait, viszont ugye végső soron mégis valahogy a határozatai érvényesültek, tehát ha csak Budapestre gondolunk, valahogy a vallási türelmi rendelet az mégis érvényesült, és hirtelen lett egy nagy templom a Kálvin meg a Deák téren. Uh-huh. És akkor te ezt tulajdonképpen ehhez az időszakhoz hasonlítanál? Nem teljes közmegegyezéssel történt az alkotmányozás, tehát hogy egy kvázi parlamenti kétharmaddal, de tudjuk, hogy hány szavazó és a nemzetnek mekkora része áll e mögött, uh-huh. És hogy ez gyakorlatilag egy tekintetjük úgy, hogy egy kisebbségi alkotmányozás volt, vagy egy nem teljes legitimáció. Igen, vagy még megint a kiegyezéshez, ugye az, hogy voltak olyanok, akik nem fogadták el a kiegyezést, mégis a monarchiának voltak a polgárai, mégsem tört ki a forradalom. Igen, de ha kimondjuk azt, hogy most eszembe jutott egy érdekes kérdés, ha kimondjuk azt, hogy a kétharmaddal hozott alaptörvény nem legitim, mert hogy az nem testesíti meg valójában a nemzet egységét. Nem állt mögötte valójában a nemzet egysége, a nemzet tagjainak többsége. Akkor ha most az ellenzék kormányon egy még kisebb többséggel, egy feles parlamenti többséggel alkotmányoz, vagy alkotmányt módosít, holott de jure erre nem lenne, vagy formálisan erre nem lenne felhatalmazva, akkor az nem még kevésbé legitim? Előbb említettem a szent koronát, tehát, hogy retorikailag lenne arra azzal érveni, hogy ugye a szent korona testesíti meg az államot, és ami szuverén által felhatalmazott kormány, és amely esküdt a Szent Koronára, az felülről is, meg alulról is legitim hatalom, és fel van ruházva ezzel a hatalommal. Ha ez a retorika. Lehet más retorika alapján is legalizálni ezt, legitimálni ezt, de leszek ellenzői, akik másfajta legitimációt, legalizációt várnak el. Ahogy második Józsefnél. Tehát magyarul, ha ugye azt mondom, hogy egy illegitim nek tekintett módon létrejövő alkotmány nem fogadok el legitimnek, és gyakorlatilag itt most egy még kisebb többséggel, de a hatalommal felruházva
alkotmányozok, akkor az, mivel egy illegitim dolgot írtam át, vagy írtam újra, vagy helyeztem hatályon kívül, ezért erre fel vagyok ruházva, és akkor innentől kezdve nézőpont kérdése, és politikai kérdés lesz, hogy... Igen, illetve úgy is mondhatnám, és ugye ez a Markizének az érvelése is, hogyha a nép engem szavaz meg, és ezzel a programmal szavaz meg, hogy akkor a demokratikus legitimációm van arra, hogy ezt megtegyem. Viszont ugye a Fidesznek is ugye az a szövege, hogy azért tehetek ilyen módosításokat, mert hogy a többség rám szavazott, nekem a többségem a parlamentben. Tehát ugye lehetett mind a két félről a alkotmány ellenes demokrácia melletti érveléssel csinálná azt, amit. Nem teremte ez egy olyan precedenst, hogy bárki megszerzi a többséget, és új alkotmányt ír. Vagy ettől nem kell annyira megijednünk, hogy 4 évente új alkotmányunk lesz, és előbb-utóbb stabilizálódik annyira a politikai helyzet, hogy majd lesz egy olyan, ami nagyjából közmegegyezés? Vagy mire számíthatunk itt mondjuk középtávon? Én másként közelíteném meg a dolgot. Tehát nem kell az, hogy többség. Elég egyetlen ember, akit esetleg Leninnek hívják, és tud egy teljesen másfajta törvénykezés létrehozni, vagy hívhatják Hitlernek, és egy személyben teljesen másfajta törvénykezés tud létrehozni. Tehát aki kezében a hatalom, ő dönt, hogy hogy akarja. Tehát most gyakorlatilag fel kell készülnünk egy... Mert azért annak szerintem egyikünk sem örülne, ha ilyen Hitler meg Lenin meg Stalin-szerű hatalomgyakorlás következne az elkövetkezendő időkben, de akkor egy ilyen instabilabb alkotmányos rendre kell most számítani? Ugye én nem mondhatok ilyet, hogy biztosra sem. Lehet ilyen forgatókönyv is. Én annyit tennék hozzá, hogy ez 3 dolgon múlik, ugye az, hogy melyik pártklientúra kerül hatalomra, ugye, hogy a nép mit nyel le, hogy hagyja, vagy tényleg lesz valami forradalom, vagy polgárháború, ne adj Isten. És ugye, hogy ez a mi fér bele ebbe az 1000 évnyi államiságba még. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy ez a végszó, és elköszönünk? Szerintem igen. Hát akkor köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha tetszett, akkor mindenképpen kommenteljetek, tehát a lájkot is megköszönjük, de mindenképpen kommenteljetek, írjatok kritikát, és hogy szeretnétek-e még ilyen műsort, mert hogyha mi is úgy értékeljük, és az időnk engedi, és azt látjuk, hogy ti is ezt értékelitek, akkor még a későbbiekben hasonló ilyen nem csak aktuális, hanem mélyebb társadalmi, politikai témákban akkor csinálunk még ilyen műsorokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok.